de még ezt találjuk. Marika néni fával és villannyal fűt, egyedül él. 25 éve vesztette el a férjét, gyermeke és unokája, amiben tud segít, de a nagy hidegben most gyorsabban fogy a tüzelő. A keszthelyi nyugdíjas 1,3 erdélyi köbméter cserfát kapott a Zala vármegyei területi védelmi bizottságtól. Az adományt természetesen ingyen szállították ki neki. Azt mondja, nem szokott kérni, de amit adnak, azt el kell fogadni, és nagyon köszöni a segítséget. Egymagamnak kell kifizetni ugye a villanyt, a vizet, mindent. Már nem mindegy, hogy egy nyugdíj van, vagy kettő. Sajnos világítani ugyanúgy kell, fűteni ugyanúgy kell, mint hogyha többen lennénk. De hát... ez hozta a sors. 2012 óta segíti a rászorulókat tűzifával a Vármegyei Védelmi Bizottság. Azóta 760 család jutott ilyen adományhoz. Leginkább a kisnyugdíjasokat és a gyermeket nevelő családokat támogatják a kályhakész tüzelővel. Idén pedig 62 Zala vármegyei család részesül a tűzifa juttatásban. A mostani kiszállított fa értéke 1,3 erdei köbméterre vonatkoztatva 48 ezer forint, és természetesen ingyenes a kiszállítás is, és a legrászorultabbaknak még egy ajándékcsomagot is eljuttatunk. Társadalmi összefogással valósul meg az akció, a Fátei Gazdasági Társaság ajánlotta fel. A Védelmi Bizottság megszervezi a kijuttatást, a helyi önkormányzat pedig segít kiválasztani a rászorulókat. Nagyon fontos megemlíteni azt, hogy túl azon, amit az állam nyújt segítséget a családoknak, túl a szociális tűzifán, ez egy olyan lehetőséget biztosít, ami azt gondolom és azt remélem, hogy példaérték olyan szempontból is, hogy valóban egy jó társadalmi összefogás van, egy nagyon jó cél mögött. Január 10-től kezdve Zala vármegye 30 településére szállítottak ki tűzifát. Az akciót azért erre az időszakra időzítik, mert ekkora fogy el a legtöbbek tüzelője.